Kőszegi Krisztina vagyok, Magyarországon lakom, most a szüleimmel élek egy kis zsáktelepülésen. A Gandhi Közalapítványi Gimnáziumban végeztem a középiskolát, utána a jogi karra mentem, aztán ezt abba hagytam, és szociális munkás szakon tanultam a Pécsi Tudományegyetemen. Ezt követően lediplomáztam 2012-ben, és a Roma English Language programban veszek most részt. Magyarországon a beás cigányok közé tartozom. A beás cigányok legutolsóként érkeztek Magyarországra. Ők nem beszélik a romani nyelvet, hanem a román nyelv egyik régi dialektusát csak, és sajnos engem már nem tanított meg az édesapám a nyelvre, de nagyon szeretném, hogyha szót értenék velük is, csak sajnos nincs rá lehetőségem, hogy megtanuljam. Mivel a Gandhi gimnáziumba jártam, ez az egyetlen egy roma középiskola Magyarországon, ezért az egész életem arra épült fel, hogy ki vagyok én, mit jelent romának lenni, és hála Istennek soha nem szégyeltem a származásomat. Szóval igen, az egész életem az identitásról szól. Én nagyon szeretnék foglalkozni romákkal. Ami mostanában foglalkoztat, ez a nationhood building process, illetve az identitás kérdésköre. Nagyon sok mindent kell tennünk a romákért, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, illetve hát szerte a világban. És nagyon sok mindent renoválni kell, úgymond, újítani kell a dolgokon, mert nem hiszem, hogy az az út, amit eddig jártunk, az ezután is járható. Látszik, hogy nem működött valami, ezért ezt újra kell gondolnunk, ezt az egész dolgot. Hát, hogy hogyan, az még szerintem a jövő kérdése.